helyre költözött a krónikus belgyógyászati osztály. Nem tett le az aláírásgyűjtésről az MSZP. Rangos nemzetközi elismerés, közönségdíjas a Gaja kilátó. Ezek ma legfontosabb híreink. Jó estét kívánok! Befejeződött a közel 100 ágyas krónikus belgyógyászati osztály és a neurológiai osztály átköltöztetése a Gyöngyösi Bogár Pál kórházban. Az új szárny megépülésével lehetővé vált, hogy a komfortosabb betegellátás érdekében helyet kapjanak a hotel diagnosztikai szárnyépületében. Külön vizsgáló, gyógyszerosztó, külön iroda, tágas ebédlő és társalgó. Mutatja a krónikus belgyógyászati osztály főorvosa Frickman Valéria, hogy az új helyen mennyivel komfortosabb körülmények közé kerültek a krónikus osztály betegei. Köszönhető ez a bővítésnek, ugyanis az új kórházi szárny megépülésével lehetővé vált, hogy az oda átköltözött szülészeti és sebészeti osztály helyére a hoteldiagnosztikai épületben kapjon helyet a krónikus belgyógyászati osztály. Több ellátást költöztettünk át, neurológiát, gyógytornát, kuraszerű ellátást, fülorgégét, mindezek egy új helyen vannak. Befogtuk a hotelépületnek a modernizált részeit, és a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy két nagy részlegünket sikerült méltó körülmények közé áthelyeznünk, a krónikus belgyógyászatot és a pszichiátriai rehabilitációt. A harmadik emeletet teljesen elfoglalja a krónikus osztály, így minden szobához fürdőszoba tartozik. Világos, tágas kórtermekbe helyezték el a betegeket. A harmadik emeleten találhatók az egynapos szemészeti ellátás helységei is. Új helyre a második emelet nyugati szárnyába költözött a neurológiai osztály. Ide került a kúraszerű ellátás, valamint itt található a fülorgégészeti egység. Az első emeleten rendezkedett be a gyógytorna és a fizikóterápia. A kórház vezetésének további tervei is vannak, ecsetelte a főigazgató. Szeretnénk egy nővérszállót, orvos nővérszállót építeni, amiben kialakítanánk a lemaradt több éves problémánkat, egy méltó konyhát is, egy tárgyalót. Tehát a kórháznak vannak elképzelései, szeretne műszer technikailag továbbfejlődni. Az infektológiai szakrendelés is új helyre költözött, a hoteldiagnosztikai épület földszintjén a tüdőgondozó területén találhatják meg a betegek. Az átköltözés 20 millió forintot vett igénybe, de ezt meg is takarítják a fenntartási költségeken. Nem tesz le az aláírásgyűjtésről az MSZP. A három igenes népszavazás témáiról tartott sajtótájékoztatót Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő, az MSZP elnök helyettese, Kéz Zoltán független országgyűlési képviselő, valamint Korózs Lajos országgyűlési képviselő Gyöngyösön. A földpályázatok és a bérplafon mellett a boltzárral kapcsolatban is aláírás gyűjtenek, annak ellenére, hogy az országgyűlés kedden eltörölte a vasárnapi boltzárat. Elkezdi az aláírások gyűjtését az MSZP a vasárnapi boltzár elleni népszavazáshoz, mert szerintük a kormány nem tett le arról, hogy ismét bevezesse az intézkedést. Mindezt úgy, hogy tegnap 163 igen szavazattal, két nem ellenében és 11 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést. Nem akarunk itt megállni, hitelesített ívünk van, ez a mai napon a kezünkbe került, és ezért lesz a három igenes, hogy igenis az emberek erősítsenek rá arra a szándékukra, hogy nem akarják, hogy ezzel trükközzenek, nem akarják, hogy a miniszterelnök helyettes azt mondja, hogy hát ez csak egy átmeneti állapot. Nem, a vasárnappal kapcsolatos döntési szabadság az alapvető emberi jog. A 100%-os bérpótlék 50%-osra állításával sem értenek egyet, ezért szakszervezetekkel kezdtek el kidolgozni egy úgynevezett pihenőnapi bérpótlékrendszert, tette hozzá Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő. A sajtótájékoztató további témája volt a lopásgátló népszavazás, amely arra irányul, hogy az állami cégeknél hirdessenek 2 millió forintos bérplafont. Hangsúlyozta Kéz Zoltán, független országgyűlési képviselő. Az én eredeti 13 kérdésem, mind a 13 a lopás köré fókuszálódott. Nagy szerencse volt, hogy ezt az első kérdést a bérplafonnal kapcsolatban már januárban átengedte a választási bizottság, így onnantól számítva már elkezdhettünk gyűjteni. És utána természetesen az is egy óriási szerencse volt, hogy Gőgös Zoltán kérdése a termőfölddel kapcsolatban is átment a szűrőn, így
egyesítették erőinket. Ezt kiegészítette ugye a vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos népszavazási kezdeményezés. A termőföld kérdéssel kapcsolatban a jelenlévők úgy fogalmaztak, mindenképpen állami kézben kell maradni az egyetlen aktív vidékfejlesztési eszköznek, és azt is meg kell vizsgálni, hogy ki vásárolta meg adózott jövedelemből. A népszavazást ősszel vagy koratavasszal szeretnék végrehajtani, derült ki a sajtótájékoztatón. Rangos nemzetközi elismerés zsebelt be a Gaja kilátó. A tavaly felújított épületbe került a legnagyobb amerikai online építészmagazin éves versenyébe, renováció kategóriájában, ahol végül a közönségdíjat nyerte el. Sokáig egy kínai teaházzal volt holtversenyben a kilátó, de az internetet aktívan használók segítségével a legtöbb szavazatot az egyetlen magyar épület kapta. A szakemberek szerint ez nem csak a tervezőknek jelent nagy elismerést, de a Felső-Mátra turizmusán is javíthat. Ez mindnyájunknak egy közös öröm lehet, és egy közös elismerés. Ezt Kovács Csaba, a Gaja kilátó egyik tervezője mondta, nem sokkal azután, hogy az építmény bekerült a legnagyobb amerikai online építész magazin éves versenyébe renováció kategóriában. Végül valóban egy közös öröm és közös elismerés lett, ugyanis közönségdíjat nyert Magyarország egyetlen jelöltje. Még a bejáratnál is arra buzdítottak mindenkit, hogy szavazzon az egyik internetes portálon. Sokáig holtversenyben volt a kilátó egy kínai teaházzal, végül azonban az épület különlegessége, szépsége és a páratlan kilátás meggyőzte a voksolókat. Több mint 400 ezer szavazat érkezett ebben a kategóriában a világ minden pontjáról. A díj nem csak a renoválás munkálataiban résztvevőknek jelent dicsőséget, hanem a Felső-Mátra turizmusán is javíthat. Én úgy gondolom, hogy ez egy húzóerő lehet itt a Felső-Mátra itt térségben mindenképpen, illetve magának az egész Mátrának, illetve a tágabb térségnek is egyre több látogató jön ide, hogy megnézze ezt a kilátót. A kilátó egyik különlegessége, hogy két szinten úgynevezett bivakszállást alakítottak ki színes körablakokkal. Itt gyakran szállnak meg turisták. Páratlan látványt nyújt közel 1000 méteres magasságban a 360 fokos panorámás kilátás is, így joggal figyeltek fel rá az amerikai szakemberek is. A tavalyi média építészeti díja versenyen két díjat is bezsebelő Gaja kilátó egyébként a közelmúltban, a nemzetközi médiában is hódított. Egyszerre több nívós külföldi szakmai online oldal is felfigyelt rá. Kitelepüléses véradásnak és önkéntes segítőknek adott otthont a Berze Nagy János Gimnázium. A főként fiatalokat megszólító programon egymást követték a segítő szándékú emberek. Nem csak diákok és külsős érdeklődők, hanem az intézmény pedagógusai is szép számmal jelentek meg a véradáson. A szervezők folyamatosan új eszközökkel próbálnak minél több embert véradásra buzdítani, de a hagyományos programokat is folytatják. Idén is lesz például középiskolások véradó versenye. Akkor nagyon féltem, de rájöttem, hogy nem kell félni tőle. Cucka Viktória első véradásáról mesélt, miközben a másodikra készült itt a Berze Nagy János Gimnáziumban. Nem először szervezett ide a Magyar Vöröskereszt területi szervezete véradást, hiszen a legkönnyebben egy iskolában tudnak több fiatalt bevonni a segítségnyújtásba. Azoknak a szülőknek a gyerekei mindig jönnek véradásra, ahol a szülők is véradók. Ahol a szülők nem véradók, ott a gyerekeknek más az érdeklődési körük, és nem gondolják azt, hogy esetleg ők is mehetnének véradásra. Egészen addig, amíg a másik barátjuk, ismerősük, iskolatársuk nem szól, hogy gyere te is vért adni. Vagyis Aradi Mária szerint fontos, hogy a szülők is ösztönözzék a gyermekeiket. A Gyöngyösi Gimnázium már régóta működik együtt a Magyar Vöröskereszttel, számukra is fontos a segítségnyújtás. Most is egymás után jöttek a diákok a tajkártyájukkal. Én nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a diákok erre a helyzetre reagálnak, mert azok a diákjaink, akik betöltötték a 18 évet és 50 kiló vagy a fölött vannak, nagyon nagy arányban és egyre növekvő arányban vannak itt és adnak vért. A Magyar Vöröskereszt nem csak iskolák bevonásával próbál segítőket toborozni, hanem folyamatosan újfajta programokkal hívják fel a figyelmet a véradás fontosságára. Idén is lesz lehetőség vért adni az egyik gyöngyösi szórakozóhelyen, és most is meghirdetik a középiskolások véradó versenyét is. József Attila születésnapja és a Magyar Költészet napja alkalmából szavaló versenyt rendeztek a József Attila szakközépiskolában, immáron 26. alkalommal. A már hagyományosnak számító eseményen ezúttal 5 város 13 iskolája képviseltette magát. Egy József Attila versen és egy szabadon választott költeménnyel indulhattak a versenyen a résztvevő fiatalok. Nincsen apám, se apám, se istenem, se haza, se költő. Se szemfedő, se csókom, se szeretünk.
József Attila, Tiszta szívvel című versét szavalja egy diák a József Attila szakközépiskola által minden évben megrendezett szavaló versenyen. A megmérettetésen közel 30 diák vett részt. Intézményünk 1990 óta, immáron 26. alkalommal rendezi a József Attila szavaló versenyt. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen József Attila születésnapja egyben a költészet napja is, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk névadója. Ezt a hagyományt ápoljuk. A verseny kétfordulós volt. Első alkalommal egy József Attila verssel készültek a gyerekek, ezt követően pedig egy szabadon választott költeményt hallgatott meg a szakavatott zsűri, amely az előadásmód mellett számos más szempontot is figyelembe vett az értékelésnél. Előadásmód megfelelő verset választottak-e maguknak, a korosztályoknak megfelelnek-e ezek a dolgok, és az összhatás. Bence minden évben részt vesz ezen a megmérettetésen. Idén József Attila Kész a leltár című versét választotta. Mint mondja, ez egy jó lehetőség arra, hogy a fiatalok újra megértsék a hagyományok fontosságát. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy évente megrendezésre kerüljön ez a verseny, ugyanis fontos szerepet játszik abban, hogy a saját hagyományainkat megőrizzük, és esetleg külföldi írók verseivel vagy saját szerzeményekkel, saját tudástárunkat is bővíthetjük. A fiatalok könyvtalomban részesültek az eseményt követően. A gyöngyösi kispályás labdarúgó élet a tavasz Beátával több szálon is megindult. Jelenleg a tavaszkupa küzdelmei zajlanak, de az öregfiúk és az alapbajnokságok is hamarosan elkezdődnek. Lezárult az öregfiúk bajnoksága és a bajnokság, a normál bajnokságra a nevezési határidő. Mindkét mezőnyben tudjuk, hogy mennyi csapatunk van. Az öregfiúknál hála Istennek tovább nő az évek óta tartó fellendülés, és 20 csapat fog versenyezni majd egymással. A normál bajnokságban pedig ugyanannyi csapatunk van, mint az elmúlt évben, 36, ennek a nevezése tegnap zárult le, és ki is alakítottuk az egyes osztályokat. A tavaszkupa küzdelmei már az egyenes kieséses rendszernél tartanak a 20 csapatos mezőnyből. Jelenleg is zajlik a tavaszkupa. Ebben a tornában ott tartunk, hogy a csoportmérkőzések után ma kerülnek sorra a legjobb 16 között az első forduló mérkőzései, és ezáltal ma estére kialakul, hogy ki az a 8 csapat, aki tovább versenyez majd a kieséses rendszerbe. A kupaküzdelmekkel kapcsolatban mára már kialakult a legjobb 4 mezőnye. A döntőbe jutásért szerdán a HB, a Prostata Ker, a Vamav Medcom pedig a mezőgéppel csatázhat majd, a végső helyosztók pénteken 18 óra 15 és 19 órakor kerülnek megrendezésre a főiskola műfüves pályáján. Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a nemzetgazdasági miniszter. A tej, a tojás és a baromfi áfája is 5%-ra csökkenhet jövőre, de mérséklődik az internet használat és az éttermi szolgáltatások forgalmi adója is, mondta Varga Mihály. A tervezetet ma juttatta el a tárca a költségvetési tanácsnak, amelynek 10 nap alatt kell véleményeznie a dokumentumot. Négyzetméterenként évi 1500 forint adót vetnek ki a kormány a bérbeadott lakásokra, írja a Magyar Idők. Az adóhivatal szerint jelenleg az ingatlan bérbeadás fő szabályként adómentes szolgáltatás, ami nem igaz az online foglalási rendszereket használókra. Egy 60 négyzetméteres lakás után így havi 7500 forint adót kellene fizetni. Mint írják, ezzel a módszerrel a kormány átláthatóbbá és nyomon követhetőbbé tenni a lakásbérbeadással foglalkozó ingatlan tulajdonosok tevékenységét. Végül pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 467, a MOL 16120, az OTP 7010, a Richter pedig 5458 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe, a BUX ma délután 5 órakor 26372 ponton állt, ami addig 345 pontos emelkedést jelez. Most pedig legfontosabb híreink röviden. Új helyre költözött a krónikus belgyógyászati osztály. Nem tett le az aláírásgyűjtésről az MSZP. Rangos nemzetközi elismerés, közönségdíjas a Gaja kilátó.
Ez volt már az aktuális, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.